Következik a talk show, Harler Tamás kéri figyelmüket. Valódi kakaóból, instant kakaópor. Csak egy szó, Bedeco, és már is kész a kakaó. Forgalomba hozza a Délker. Bedeco. Apropó, tudják ki jön most? Egy olyan ember jön, aki még arra is feleletet tud nekünk adni, hogy magyarul mit is jelent az, hogy puskázom, csak ő tudja kívülről Magyarországon. Stári medvegy, stapovac, nyema pusku, indiánu, uff. Kepes András! Üljünk le, de hogyha gondolod, állva is beszélgethetünk, úgyhogy amikor riportot adsz, akkor állva szoktál riportot adni, vagy ülve? Ez az igazság, hogy adni ritkán szoktam inkább kapni. Fordítsunk helyet? És meglepődnél, hogyha azt mondanám, hogy most én nem akarok interjút kérni tőled? Nem, fölállnék, hazamennék. Pedig így van, én nem akarok interjút kérni tőled, én beszélgetni szeretnék veled. Tudod, miért mondom ezt? Nem. Pedig én egy klasszikustól olvastam, egy bizonyos Kepes András tollából. Ezt ismerem. Szóval azt olvastam ettől a klasszikustól, hogy világsztárokat például nagyon jól be lehet cserkészni, hogyha nem akarnak interjút adni az emberek, hogyha azt mondja nekik, hogy uram, hát én csak beszélgetni akarok önnel, így van ez? Hát azért kicsit bonyolultabb, mert a közelükbe kell férkőzni. Hát itt vagy a közelemben. Igen. Nem, az igazság az, hogy én nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogy lehet világsztárok közelébe férkőzni, és te mondjuk nem ezt a módszert választottad, de én rájöttem, hogy a legegyszerűbb mindig az, hogyha az ember megkeres egy nőt a környezetükben. Lehetőleg a feleségét. Tudnilik, ezek a híres emberek többnyire nagyon elfoglaltak. Tehát nagyon nehéz a közelükbe jutni. Na most, mint hogy naponta 20, 30, 50, 100 riporter keresi őket, attól függően, hogy mennyire híresek, ezeket könnyen elutasítják. Ha viszont az ember a felesége közelébe kerül, akkor a felesége a nap 24 órájában duruzsolja a fülébe, hogy hát itt van ez a szerencsétlen fiú, erről a Bulgária, vagy honnan. És akkor előbb-utóbb azt mondja, hogy hát essünk túl rajta, mégis a mama, ha ez már ezt szajkózza. Ez nagyon sokszor bejött. Kinél, ez most nem viccelek, majdnem mindenkinél így jött be. Kinél jött be? García Márqueznél így jött be. Latin-amerikai írók egy részénél, ott ugye anyajogú társadalom. Sőt, ha mindenki az a feleséget kézről kézre adtak téged. Igen, így volt. Ja, te olvastad a könyvet, így könnyű. Persze, neked is könnyű dolgod van, mert ismered a nők gyengéjét. Például, ha jól tudom, Márquez feleségét hívtad föl, hogy kedves asszonyom, láttam ön tegnap este, nagyon csinos volt. Szeretnék a férjével interjút készíteni. Ezek után nem lehet kérdéses, hogy Márquez aznap délután 5-kor várt téged. Ez így volt. Ez, ha jól tudom, a Nobel-díjátadásnál volt? Nobel-díjátadásnál. Igen, abban az volt a nehéz, hogy tulajdonképpen ott senki másnak nem adott interjút. Tehát egyáltalán nem akart interjút adni García Márquez Stockholmban, és akkor ezt a rafinált eljárást kellett választani. De azért ezt már megelőzték, mindenféle ostromok, leveleket írtam, amire nem válaszoltak. Szóval, hogy ez működni szokott. Most az az igazság, hogy ebben mi mindig hátrányosabb helyzetben vagyunk. Most már kevésbé. Tehát ez abban az időben zajlott, tizenvalahány évvel ezelőtt, amikor még nagyon nehéz volt eljutni világsztárokhoz, és különösen nem úgy, hogy tudtunk volna nekik fizetni. Ma már ugye
sztár műsorvezetők csettintenek egyet, röpködnek a 10 000 dollárok, jönnek a sztárok, zsebrevágják a gázsit, nekünk meg akkor még ott kellett könyökölni. De azért nem panaszkodhatsz. Végül is zsebre tetted, hogy így mondjam, Woody Allentől kezdve a filmesek legnagyobbjait, tényleg valóban a legnagyobb írók közül is nagyon sokat. Például Woody Allen, őt hogy sikerült becserkészned? Hát ez is egy hosszú történet volt. Ez úgy kezdődött, hogy akkoriban még nehezebben utazgattunk. Ez is a 80-as évek elején volt. És egyszer úgy volt, hogy megyek Amerikába. És végül írtam egy levelet az ügynökének, és megkértem, hogy próbálja megszervezni. Hozzon össze engem Woody Allennel, mert életem egyik nagy álma. Hát ez mindig ezt kell írni. De ez egyébként egy kicsit így is volt. Tehát, hogy életem egyik nagy álma, hogy vele valahogy összejöjjek. Végül válaszoltak, és megírták, hogy adtak egy időpontot, hogy találkozunk délután 5-kor a 23. utca sarkán. Igen. Tényleg? Nagyjából ez volt. Nem mondjuk nem az utca sarkon, egy irodát adtak meg. És közben úgy alakult, hogy a televízió nem tudta kifizetni az utamat, úgyhogy fel kellett őket hívni telefonon, és közölni kellett, hogy ő ugyan lehet, hogy ott lesz, de én sajnos nem biztos. Majd eltelt néhány év, és utána úgy tűnt, hogy megint utazhatom az Egyesült Államokba, és akkor felemeltem a telefont, felhívtam őket, és mondtam, hogy most lenne a ragyogó alkalom. Nem lehetne, hogy mégis akkor most adjon interjút, mert azt mondta az ügynöke, hogy majd ha itt lesz, akkor jelentkezzen. Megérkeztem, de akkor éppen nem ért rá a mester. Most nem akarom hosszasan mesélni, kb. Egy héten keresztül minden nap föl kellett hívni telefonon, míg végül az utolsó előtti napon azt mondtam, hogy hát többet nem tudok sajnos várni, mert nekem másnap vissza kell utaznom, hogy vagy most lehet, vagy soha. És kicsit megsajnáltak, és mondták, hogy akkor jöjjek reggel 9-re a forgatás helyszínére. Megérkeztem a forgatás helyszínére, mint egy órás késéssel, tudnilik, eleredt az eső, nem volt taxi, szóval amire az ember nagyon vágyik, az többnyire nem szokott összejönni, és én ott álltam reszkető térdel, mondtam, most elsírom magam, szóval ilyen lehetőséget az ember nem hagyhat ki. És végül aztán úgy alakult, hogy nagyon nem is kellett sírni, mert úgy látszik, hogy a New York-i taxikkal ők is tisztában voltak, és sikerült egy interjút adni neki-e, nekim. Egy lakókocsiban? Egy lakókocsiban. Két forgatás között? Két forgatás között. Szeretted ezt a riportodat? Nem tudom, én általában úgy vagyok ezekkel a beszélgetésekkel, hogyha valamire nagyon vágyom, akkor utána mindig úgy érzem, hogy ez nem igazán jó. Akkor annyira szorongok. És az ott a vicc egyébként, hogy ő ezt látta rajta. És tudta, hogyha az ember nagyon készül valamire, ha valami nagyon fontos, akkor úgyis elégedetlen lesz az ember. És erre elmesélte nekem, hogy ő például azért nem akart soha Charlie Chaplinnel találkozni, mert ha az ember közelébe kerül egy ilyen nagyságnak, akit nagyon régóta szeretne megismerni, akkor rájön, hogy ez is csak ugyanolyan, mint a nagypapa, a csurog, a nyála, a fizkája, a foga. Összeömlik a bálvány. És a mítoszokhoz nem jó közel kerülni. És neked van ilyen bálványod, akit nem akarsz megismerni? Mint eddig te voltál. Pedig nem is ismered a feleségem. András, Pulitzer díj, tavasszal egy fantasztikus filmért. Egy szál magad, egy szál filmfelvevővel, Guyanai őserdők. Itt is valakinek a felesége segített? Mondjuk a törzsfőnök feleségének? Nem, itt kivételesen Bográr Lajos tanár úr segített, aki az antropológiai tanszék vezetője az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és hát tőle hallottam, hogy elmegy a francia Guyanai őserdőbe, az Amazonas vidékére, mert hogy ott már többször megfordult, és ott egy öreg indiánnal összebarátkozott Vajamanapóval, és Vajamanapó azt mondta neki, hogy Luis, te már kétszer jártál a mi falunkban, és én még mindig nem ismerem a te faludat. Ez volna a mi falunk. Ugye ez az egész világon? Ez a kis ország, amiben élünk nagyjából. És hogy ő szeretne eljönni megnézni a mi falunkat, és mesélte Bográr Lajos, hogy akkor ő most elmegy és hazahozza az öreget. És mondtam neki, hogy oda én is elmegyek. És aztán végül úgy alakult, hogy egy stábot nem is nagyon tudtam vinni, mert kis indián csónakba kellett felfele menni a folyón. Szóval nem volt egy nagyon egyszerű forgatási helyzet, és úgy ketten Boglárral is milyen emberek mentünk. Ezek a indiánok ott a Guyanai őserdőben? Nagyjából önök, mint mi, csak ágyékkötőbe járnak. Milyenek a nők? Azok meg fölül félmeztelenek. Fölírtam itt néhány idézetet ebből a filmből. Például azt mondod, jó volna itt hagyni csapott papot, az öntelt nyugati civilizációt, az idegvajos szabadságtéri székházat, elvenni a törzsfőnök lányát és odaköltözni a Guyanai indiánokhoz.
Hát ez nem, ez mindenkinek megfordul a fejébe. Egyébként nagyjából beszereztem, te kérted, hogy hozzak dolgokat magam. Én hoztam neked egy fésűt például, már nem adom oda, csak megmutatom. Ez ilyen fésűvel fésülködnek. Szabad megézni? Csinos, ugye? Hm. És ez egy abszolút minden nap használt fésű. Tehát nem egy ilyen különleges eseményekre, hanem ilyen a fésű. Ilyen fésűt. Hát nehezen tudják beszerezni a üzletben, úgyhogy kénytelenek megcsinálni. Hát igen, ott nem a boltban vásárolják a festéket. Szóval hoztam egy másik tárgyat is. Nem tudom, hogy ki találja ki, hogy ez micsoda. Ágyékkötő. Hát ezt az ágyékodra oda kötöd. Na most az az igazság, hogy ez egy táncöv. Csak akkor mégiscsak a derekukra kötik. Igen, csak furcsa módon az ember ugye azt gondolná, hogy ez a rész van elől. De nem, ez van elől, tehát amit így összekötnek, és ezt hátul a fenekükön rázzák. Na most ez a férfiak vagy a nők? Férfiak. De jól látom, hogy egy autó van rajta? Bizony, autó és helikopter. Autó és helikopter. Hogy kell ami az ugye a dzsungelben nagyon gyakori. Autó és helikopter. Nem tudom, kamera látod, de közelíteni bizonyára. A dzsungelben gyakori az autó, meg a helikopter. Meg a Kepes András. Igen, mi így együtt. Most ez gyöngyből van, és az egészben az az elképesztő, tehát azt szemem láttára csinálták, hogy úgy csinálják meg ezeket az autókat, meg a helikoptereket, hogy semmiféle minta nincs. Tehát a hölgyek közül, akik gyöngyöt fűznek, azok körülbelül pontosan tudják, ugye, hogy ilyen mintákat szoktak alá tenni, gondolom én még olyan sok gyöngyöt nem fűztem. Viszont a fejükben van az összes minta, tehát a teljes kirakása olyan, mint a szőnyegkészítőknek, és hogy keverednek már a mai civilizációs jegyek az ősiekkel, ez erre fantasztikus egyébként. A helikoptert néha úgy látnak, amint elsóvannak, de hogy honnan szedik a figurákat, és hát autót, amit nyilvánvalóan soha életükben nem is láthattak azon a környéken, az tényleg egészen elképesztő. Biztos nagyon sok élményt szereztél. Volt-e olyan, amire azt mondod, hogy a legnagyobb meglepetésed volt, vagy a legnagyobb élményed volt, a legáthatóbb élményed volt ott az őserdőben? Hát ez nagyon profánul hangzik. Tulajdonképpen azon nem gondolkodtam előre, hogy WC-re hogy megy az ember. Tudnilik, azt hiszem József Attilának van egy ilyen verse, hogy ugye a vadállat kiszolgáltatott helyzetbe kerül, amikor szükségét végzi. Nem tudom, hogy ez tévéműsorban való-e, de az ember tényleg akkor érzi a legkiszolgáltatóbb helyzetben magam. Ott a dzsungelben valahol. Amikor az ember oda megy a dzsungelbe, és akkor utána nem tud semmire se figyelni, közben az ember letolja a nadrágját, és állandóan azt várja, hogy kígyók jönnek, mennek, mikor csíp oda. Szóval hogy ezzel megbarátkozni, hogy állandóan mindenhol veszély leselkedik az embernek a legérzékenyebb részei felé is. Ez... Egyébként féltél? Nem féltem, egy picikét szorongtam. Tehát valahogy úgy van, hogy ha én dolgozom, akkor nem félek. Tehát valószínűleg, hogyha nem dolgoztam volna, akkor szorongtam, jobban szorongtam volna, akkor féltem volna. Így viszont mindig azt gondoltam, hogy ha valami történik, legfeljebb felveszem, az jó lesz a műsornak. Azt mondod, a filmben a civilizált ember nem tudja, milyen az éhes jaguár. Milyen az éhes jaguár? Az éhes, nem tudom, én civilizált ember vagyok. Nem tanultad meg tőle? Hogy milyen az éhes jaguár? Nem, hát azt lehet látni, hogy ha egy jaguár elterpeszkedik, általában a vadállatoknak az a jellemzője, tehát ezeknél a nagy testű macskaféle ragadozóknak, hogyha idegesek, akkor elkezdik, farkukkal elkezdenek csapkodni. Egyébként a macskánál is meg lehet látni. És ezt mesélték, hogy ilyenkor az egyetlen módszer az, hogy el kell terelni a figyelmét, tudnilik. Ezek nagyon vadak, ám de rendkívül ostobák. Tehát amikor fölidegesítik magukat és rád akarnak ugrani, hogyha valaki a közelben megüt egy fát, akkor oda kapja a fejét, és aztán visszafordulsz, hogy mit is akartam csinálni. Az a tanulság, hogy amikor a jaguároknak ebéd idejük van, akkor ketten kell menni mindenhová. És egy fát kell vinni, és azt ütögetni. Igen. Szintén a filmből ez egy nagyon érdekes mondatod volt, hogy olyan óramúj pontossággal érkezik az eső, hogy ha valaki valakit meg akar hívni, akkor azt mondja, az eső után 10 perccel. Igen. És akkor az biztos, hogy? Az 3:30 után. Akkor most vagyunk az eső után 6 órával mondjuk. A nagy eső után 6 órával. Igen. Vagy. Ez tényleg így működik? Ez így működik, igen. De egyébként mindenki órát hordott, minden indiánon egy óra. Csak gondolom, nem ismerik. Nem ismerik az órát. Azért hordják az órát, mert órát hord az ember.
Tehát Vajamán például azért hordta az órát, mert kapta a feleségétől. De hát mondjuk neki az óra az nagyjából olyan, mint egy karkötő. Egyébként sincs sok értelme az órának az őserdőben. Hiszen jön az eső? Hát jön az eső. Hát más életmód szerint élnek. Szóval ritkán fordul elő, hogy egyeztetik az órájuk az indián. Mi a helyzet a maláriával? Hát a malária az egy cifraügy. Tudnilik, különösen ezen a vidéken a legkeményebb malária uralkodik, amit állítólag malária ügyben ismernek. Én nem vagyok nagy malária szakértő, csak előtte fölkészítettek, hogy ez egy olyan malária, ami a központi idegrendszer támadja meg, tehát egyrészt halálos, másrészt ha az ember élve marad, akkor rendkívül súlyos következményei maradnak. Most én tényleg nagyon rendesen mindent betartottam, amit Bográr Lajos tanár úr nekem előtte mondott, én beoltattam magam, szedtem a gyógyszereket, vittem magam a nagy tört, hogyha majd ugrik az oroszlán, akkor ha nincs ott senki, aki majd megütögeti a fát, akkor kénytelen leszek megvívni vele. Úgyhogy nekem nem is lett semmi bajom leszámítva valami kiütéstől, amit a Vajamán se tudta, hogy mi az, és így nagyjából a térdemig belepte a lábamat, aztán elmúlt. Szegény Bográr Lajos viszont, aki 20 éve jár az őserdőbe, ő úgy gondolta, hogy erre a pár napra úgy látszik nem érdemes szedni a gyógyszert, és olyan maláriát kapott, hogy hazaérkezésünk után egy-két nappal, tehát tulajdonképpen egy napon múlott, hogy élve maradt, bekerült a László kórházba. A tanár úr, aki ellátott téged mindenféle tanáccsal, ő lett maláriás. Ő lett maláriás. És hát ugye egymás mellett feküdtünk, tehát ugyanazok a szúnyogok csíptek bennünket, és úgy rázta a láz, hogy ágyal együtt közlekedett. Szóval a malária az egy iszonyatos betegség, és a mai napig is elő-elő jön nála, úgyhogy szegény. Megszenvedtem. András, egyébként a civil életben itthon, nem az őserdőben, itthon félős vagy? Egyáltalán nem. Megvéded magad, ha kell? Igen. Azért megboxoltál? Valószínűleg azért is boxoltam. Hogy meg tudjad védeni magam? Hogy meg tudjam védeni magam. Másrészt meg... Kiütöttél már valakit? Ki nem ütöttem, engem kiütöttek egyszer. A ringben? A ringben, na, igen. Na, erre kíváncsi vagyok. Hát ez úgy történt, hogy... Tehát ugye másfél-két évig boxoltam, amikor kamasz voltam. Ennek is egy hosszú története van. Van egy kis időt, mert akkor elmesélem. Annyi? Zanzásítsuk. Szóval a történetek a lényege az, hogy én valamikor újságíró akartam lenni. És én olyan újságíró szerettem volna lenni, aki ugye az igazság bajnoka, filmeket láttam ilyeneket, hogy saját maga fényképez, és különböző fantasztikus eseményeket fölfedez, és ott mindenkit agyonver, akit kell. Gyönyörűbbnél, ilyen akartál lenni? Igen, gyönyörűbbnél gyönyörűbb nőket kápráztat el. Aztán ilyenre készültem. És ugye már minden megvolt hozzá, magas voltam, szőke és kékszemű. Már egy dolog hiányzott csupán, ez a boxolás volt, és akkor elmentem a BKV előrébe. És az egyik alkalommal egy Budapest bajnok fiúval hoztak össze a ringbe. Úgy nevezik ezt, hogy sparring partner, tehát hogy tulajdonképpen én üthetem, de ő nem üt vissza. Tehát ilyen edzőpartner. És ez volt a feladat, hogy én üssem, neki meg csak védekezni szabad. Most nem volt egy igazán okos fiú, és egyszer elfelejtette, hogy nem szabad visszaütni. Na, mi meg azt hittem, hogy ő nem fog ütni. Tehát nem védekeztél. És én nem védekeztem. Nem biztos, ha védekezem, akkor nem talál el. És de így bal. Viszont jól átcsúcsolt mágott, úgyhogy elszálltam. És milyen kiütve lenni? Nem tudja az ember, hogy milyen. Én rögtön fölkeltem, mert nagyon vagány fiú voltam már akkor is, úgyhogy csak háttal neki, és... Csak aztán kivezettek, hát olyan tompán az embernek elkezd kóvályogni a feje. Egyébként az életben voltál már kiütve? Átvitt értelemben? Hát általában ki tudom magam húzni. Tehát voltak, persze mindenkinek vannak személyes gondjai. Munkahelyi gondjai, amikor úgy érzem, hogy én vagyok a legtehetségtelenebb, nem megy az élet, nem megy a szakma, semmi nem megy. Például annak idén a stúdióknál, amikor Acélék állandóan cenzúráztak benneteket, akkor ezt hogy viselted? Akkor nem voltam kiütve, tehát általában úgy működik az ember, hogyha sokat piszkálják, akkor megkeményedik. Azt hiszem, hogy kiütve általában utána lesz, amikor megnyugszik. Tehát abban az időben inkább csak abba akartam hagyni ezt az egészet. Szóval végül is úgy döntöttem egy idő után, hogy úgy látszik, valamelyikünknek menni kell erről a pályáról, vagy az agitproposztálynak, vagy nekem agitproposztály még maradt. Aztán végül ők de elmentek. De neked dolgozott. Így van. Úgyhogy akkor inkább úgy döntöttem, hogy abba hagyom a szakmát, és akkor végül ezért volt a 2 éves amerikai ösztöndíj. Ezelőtt úgy másfél évvel valaki cenzúrázott a tévében? Nem. És most? Most sem. Illetve nem tudom, hogy cenzúráznak-e.
Én azt tudom, hogy engem évek óta nem, de nem is hagynám. Tehát én ezt mindig meg is mondtam, hogy egyszer lehet beleszólni a műsorba, akkor fölborítom az asztalt, fölállok és elmegyek. Na most, hogy másoknak mi a taktikája, azt nem tudom, de én ezt komolyan is gondolom. Ha nincs cenzúra, akkor remélhetjük, hogy jó ideig látunk még téged a képernyőn. Hát, aki ebben reménykedik, igen. Mik a tervek? Most az apropó egy új változatát láttuk. Mi a fogadtatás, és mit tervezel? Hát ez az új változat, ez azt hiszem nem lesz végleges, néha lesz így, hogy élőben vitatkozunk. Hogy ennek fogadták? Ezt nagyon jól fogadták, tehát én magam is meglepődtem. Önöknek tetszett? Igen, igen. Úgyhogy én egy kicsit el is bizonytalanodtam, meg kipróbáltam, hogy mi van, hogyha élőben vitatkoznak a résztvevők. Nehezen? Törököt fogtam, de ki akartam próbálni, hogy milyen, és egyre többen követelik, hogy akkor folytassam ezt is. Úgyhogy most azt hiszem úgy lesz, hogy minden harmadik adás ilyen típusú lesz, közben meg csinálnám a dokumentumfilmeket, amiket nagyon szeretek. És valamikor novemberben elindulok egy új műsorral, aminek az lesz a cím, hogy Desszert. Ugyanabban az időpontban, tehát pénteken a Dallas után. Minden hónapban meghívok három embert vacsorázni, és vacsora után miközben desszertet eszünk, beszélgetünk. Hát András, akkor nincs más hátra, mint hogy desszert gyanán én is adjak neked valamit, búcsúzóul. Igen? Igen, az egyik szponzorunk, az Inter Cooperation, azt mondta, hogy aki szereti a desszerteket, nem mehet el egy ilyen csodálatos ital nélkül. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, köszönöm a beszélgetést. Szervusz, minden jó. Elviszem a késünk. Sok mindent megtudtunk Kepes Andrástól, egyet azonban nem, az a bizonyos mondat, az a sztárői medvegy stapovágy, nyema indiánu, nyema puskú indiánu, igen, azt hiszem, hogy így volt, uff, szóval, hogy ez mit jelent magyarul, valami olyasmit, ha jól emlékszem az iskolából még, az oroszból, hogy állj meg öreg medve, az indiánnál nincsen puska. Nos, nálam viszont van valami más. Sok levelet kaptunk az elmúlt hetekben, hiszen megemlítettük néhány hónappal ezelőtt, hogy megjelenik majd egy könyv Fradi futball évszázad címmel. Örömmel tartom itt kezemben az első példányok egyikét, az utcán már kapható a könyv, hatalmas sikerrel, és miközben önök most engem hallanak, láthatják a könyv képeit, a könyv lapjait, fantasztikus képek, több mint 600 kép, Nagy Béla remek műve, azt hiszem nyugodtan mondhatom. És nem csak a masszurkolóinak okoz majd ez örömet, hanem mindazoknak, akik még Sárosit, Kocsist és a többi nagyot, Albertet, Nyilasit is látták futballozni. Úgyhogy ne feledjék ezt sem, Fradi futball évszázad már a boltokban kapható. Mi pedig, visszatérve a talksóra, jövő szerdán találkozunk ismét. Addig is minden hétfőn, minden kedden és minden szerdán, ne feledjék, Szív TV. És a szükséges és elmaradhatatlan plusz. Jó éjszakát!